Az elmúlt évek tapasztalatait összegezték a Városi Fürdő és Szabadidő Központban. A civil kapcsolatok kulturális, idegenforgalmi, sport és ifjúsági bizottság kihelyezett ülésén. A bizottsági ülésen mindenre kiterjedő tájékoztatást kaptak a tagok, sőt az intézmény belső kulisszái mögé is betekinthettek. Ezt követően a testületi ülésen egyhangúlag elfogadták az intézmény elmúlt 5 évében elvégzett munkát. A tagok aktívan részt vettek ezen a bizottsági ülésen, a hosszából is látható, hiszen rengeteg kérdés felmerült, melyekre választ is kaptunk igazgatótól, ilyenek a nyitvatartással kapcsolatban, a belépőjegyárakkal, karbantartásokkal, beruházás kihasználtsággal, vagy akár fejlesztéssel kapcsolatos kérdések is merültek fel. A bizottság kért még szóbeli kiegészítést Györkös Tamás igazgató úrtól, mely pénzügyi adatokra vonatkozott, ezt részben ott helyben megkaptuk, részben pedig várunk még rá kiegészítést itt, és így javasoljuk majd a testületnek elfogadásra, illetve akkor mondanám a B, a komplex ellenőrzésre vonatkozót is, polgármester úr. Azt is megtárgyaltuk, egyetlen egy módosító javaslata lenne a bizottságnak, mégpedig azt, hogy a szabályos jogszabályoknak megfelelő szabályzatok módosításának a határidejét tűzzük ki, hogy december 31-ig, amennyiben lehetséges záros határidőn belül, akkor tegyünk rá pontot, hogy jogszabályoknak megfelelően működjön az intézmény. A bevételeket, illetőleg a kiadásokat kellene valamilyen módon csökkenteni, de és az optimális az a bevétel növelés lenne, hiszen hogyha nem 2019-es számot mondom, ha 57 ezer látogató helyett 67 ezer látogató lenne, akkor abban a pillanatban 10 millió forinttal több bevétel lenne. Tehát ezeket azért hozzá kell tenni. Ezzel együtt, amit elmondtam, illetőleg, amit bizottsági elnök asszony mondott a határidőkről, azzal együtt javaslom, hogy fogadja el a fürdő munkáját, úgyhogy az megfelelően végezte az elmúlt 5 évben a tevékenységét. Aki ezt elfogadja, azt kérem készentartásra szavazzon. Köszönöm. 11 igen szavazattal elfogadott. Köszönjük szépen. Felemás szezon tudhat magáénak a Városi Fürdő. A koronavírus járvány miatt elmaradtak a külföldi turisták, viszont a hazai vendégek száma nőtt. A szezont azt ahhoz képest, hogy 2,5-3 hónapig nem tudtunk nyitva tartani, ahhoz képest egész jól zártuk, mint belépés számba, mint bevételbe. Ugye attól függetlenül elmaradtunk a tavalyi bevételtől, tehát ez természetes, de szerencsére a belföldi turizmus, ugye, hogy az országban, azért Marcaliban is egy kicsit megemelkedett a belföldi látogatóink létszáma, amit köszönünk is, és nagy szeretettel várunk mindenkit az ősz és a tél folyamán is. A téli esítést azt elkezdtük. A belső medencéink folyamatosan nyitva vannak, és a külső gyógymedencét addig, amíg olyan forgalmunk van, addig tervezzük nyitva tartani. Ezt a külső gyógy, a nagy gyógy, ahol élményelemek vannak. Gyakorlatilag megvizsgáltuk, nem sok különbség van költségbe, mint hogyha ezt a kis gyógyot, amit tavaly, és aminek nagy sikere volt, azt nyitva tartottuk. Tehát úgy gondoljuk, hogy amíg lehet, és ugye a fenntartó is engedélyezi, akkor addig azt szeretnénk nyitva tartani. Az őszi időjárás már a benti medencékbe csábítja az úszni vágyókat, de a külső termál élménymedence az egész őszi, téli szezon alatt kényezteti majd a fürdőzőket. A klik a gyerekúszás oktatást, tehát az iskolai úszás oktatást ugye hát szünetelteti, tehát valószínű, hogy a következő fél évben fogja engedélyezni. Ennek hozománya az, hogy gyakorlatilag ugye délelőtt is kicsit sokkal nyugodtabb a légkör, tehát gyakorlatilag várjuk a vendégeinket délelőtt is. A 4 évszakos korcsolyapálya épp úgy, mint a külső élménymedence, a téli hónapokban is várja a pihenni vágyókat. A Nemzeti Népegészségügyi Központ nem hozott olyan határozatot, hogy a fürdőknek külön rendszabályokat kellene bevezetnie, de arra figyelemmel, hogy itt ugye az országban is gyakorlatilag most már Somogyban is emelkedik a covidos betegek száma és az egyéb megbetegedések száma, ezért saját hatáskörbe döntöttünk úgy, hogy próbáljuk kiszűrni azokat a vendégeinket, akik lázasak,
halnak, vagy más betegségben szenvednek, és ezért vezettük be a hőmérőzést. Tehát egyrészt a dolgozóink, másrészt a vendégeink biztonsága szempontjából. Azokat a fertőtlenítéseket, amiket előtte is az első, tehát a járvány első időszakában előírtak, azokat gyakorlatilag mi folyamatosan betartjuk. A beltéri 25 méteres úszómedence a hétköznapokon is már a nyitástól igénybe vehető, hiszen a járvány miatt az iskolások nem járnak úszásoktatásra. A városi fürdő a hét minden napján nyugodt, tiszta környezetben várja a pihenni és sportolni vágyókat, tette hozzá a szakember.